Ozar je naselje smješteno u Mađarskoj, poznato po svojoj hrvatskoj zajednici. U sklopu tog naselja djeluje Hrvatska samouprava koja predstavlja organizaciju koja promiče i štiti interese hrvatske manjine u tom području. Hrvatska samouprava Kozara obično surađuje s drugim institucijama i organizacijama kako bi očuvala hrvatski jezik, kulturu i tradiciju među lokalnim Hrvatima. Također organiziraju razne kulturne, umjetničke i sportske događaje kako bi ojačali zajedništvo i identitet hrvatske manjine u Kozaru. Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara 22. lipnja organizirala je tradicionalan hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. Templomba elhangzott, de ez a nap, a nagykozári falunak a búcsúnapja. Ivanyi, azaz keresztelő Szent Jánosnak a születésnapját ünnepeljük. És ez egy régi hagyomány már. A program az első, hogy elmegyünk misére, ott elveszünk, imádkozunk, stb. Ide lejövünk, társalgunk az emberekkel, akik jöttek, állítólag jöttek másik, akik innen elszármaztak, egy páran láttuk, akik jönnek, meg olyanok is, akik nem is tudjuk, hogy kicsodák, mert ebbe az új faluban már olyan emberek élnek, hogy nem mutatkoztak be, hogy én horvát vagyok, csak néha halljuk, hogy jelöltette magát például ugye a választáson. Hát ő is horvát, de nem ismerjük sajnos. Nagyon kevesen vagyunk, sajnos nagyon sokan meghaltak, olyan 120-an talán. Hogy lehet viszonyítani a lakosságot? Most vagyunk 2000-en, hogyis nem is hát tudom már. 2000-en lakosok, igen. Hát ha azt mondjuk, hogy akkor régen nem volt 2000-en, mondjuk 1000 ember volt, hát abból az 1000-ből mondjuk volt 500 horvát, és akkor a többi az német, és beszármazott, magyarok jöttek a felvidékről egy páron. Hát van itt egy faluház, ott vannak a dolgaink, amiket kiállít, amit összeszedtünk, többek között ágyat, ruhákat, szekrényeket, babákat, mindent, ami az ember otthon úgy gondolta, hogy ez itt jó lesz, az elhoztuk, és az ki van állítva ott, és meg is lehet nézni. Program je započeo u mjesnoj crkvi, gdje je održena sveta misa na hrvatskom jeziku, na kojoj je pjevao zbor Karašica iz Katoja. Svetu misu predvodio je Norbert Noć. Nakon toga, u Domu kulture, održan je folklorni program na kojem su nastupili Kulturna udruga Marica iz Salante, Mjesni vrtić, Zbor Karašica iz Katoja i Mjesni zbor Biser. Nakon zajedničke večere slijedio je druženje i ples uz glazbu. Velika pažnja posvećuje se zajedničkoj večeri svake godine, a na stol dolazi najfinija tradicionalna jela. Nije to bilo drugačije ni ove godine. Horvát napra most egy vegyes pörköket szeretnénk kialakítani. Eddig úgy néz ki, hogy jó lesz, de hát még nincs kész, majd a végén tudjuk csak megmondani, hogy jó lett vagy rossz lett. Úgyhogy hát ez a vegyes pörköt, ez lapocka, köröm, csülök, hát fűszerek, amik olyanok, úgyhogy speciális fűszerek, amit legalábbis amit én szoktam bele csinálni. Úgyhogy nem minden, de olyan. Én vagyok egy ilyen überben, és meg hát a párom, mert ugye ő is benne van ebben a csapatban, sőt, ő a horvátok között ő az, aki összetartja a csapatot tulajdonképpen. Hát én meg ugye a párja vagyok, hát nem tudok más csinálni, azt kell csinálni, amit a tyúkom mond. Hát horvát napokon általában halászli, hát ami ilyen hagyományos, amit nagyban lehet megcsinálni, egy ilyen egy tál étel, bográncs, gulyás, ilyesmit szoktunk, úgyhogy ilyeneket szoktunk főzni föl. Mjesna hrvatska samouprava je aktivna na više strana. Smatra iznimno važnim sačuvanje i prikazanje kulturnih vrednota Kozara. Potporom mađarske vlade sagrađena je narodnosna zavičajna kuća u Kozaru, koja je podijeljena na hrvatsku, na njemačku i na miješanu sobu. Hrvatsku sobu su uredili članovi hrvatske samouprave iz donacija mještana.
úgyhogy hogy sok minden dolgot tudtunk összegyűjteni, a horvát önkormányzat felajánlottak is egyesek, akik felújítottak a házat, vagy meghaltak a szülők, és eladták a házat, és voltak dolgaik, bútorok ez az, és nem kell nekünk. Mi ezt gyűjtögettük, vagy 10 éven keresztül, és ezt az épületet a községi önkormányzat vette meg, vagy 10 éve, csak nem volt rá eleinte pénz, hogy ezt teljesen felújítsák, és most 2 évvel ezelőtt akkor pályázaton kapott a község erre pénzt, hogy a nemzetiségeknek legyen egy helyisége, egy épület, ahol be tudják mutatni a bútoraikat, a ruháit, meg a textil dolgokat, meg ilyen hasonló dolgokat, és akkor jött létre ez a horvát szoba 2 évvel ezelőtt, egy teljesen felújított, az eredeti állapotába visszaállított házba, és ez a szoba most a horvát szoba, ami berendezését adományként kaptuk. Nagyon jó volt, hogy ennyi mindent adtak. Ezekből ugye látszik egy két ruhás szekrény, egy ágy, ami fel van vetve, egy bölcső, ami ugye mindig fontos dolog volt, egy tükrös szekrény, egy skrinya, ami nagyon szép, egy nagyon régi varrógépünk van, ugye egy láda, egy padunk van, a képek, a tükrös törölközőtartó, ami ugye egy dísznek volt, ugye konyhába tartottak, ami törölköztek vele, de ez egy díszítés volt, régi képek, rengeteg ruhát kaptunk, van 3 bábunk, egy fiatal asszony van fölöltöztetve, egy fiunk van, és egy kislányunk van, akit fel tudtunk öltöztetni, és ezeket a ruhákat mind úgy kaptuk. A szekrényben lévő holmikat is mind úgy kaptuk.